Megnyitott a kapuit Székesfehérváron, a több mint 10 ország közel 700 felbecsülhetetlen értékű árpádkori kincsét egy helyen bemutató tárlat. Itt láthatóak azok a királykoronázáshoz kapcsolódó kellékek, amelyek már Szent Istvántól tulajdonképpen a királyi koronázás, a kereszténység felvételétől egészen az Árpádház kihalásáig, sőt még azon is túl a 20. századig használatnak voltak. A kurátor szerint mindegyik kiállítótér unikális a maga nemében, hiszen a magyar királyi kincstár egykor elpusztult, így nagyon kevés a hiteles árpádkori lelet. A tárlatnak a Szent István Király Múzeum megújult épülete ad otthont, ahol az Árpádház programnak köszönhetően immár 1800 négyzetméteren, 17 teremben a legmodernebb múzeumi körülmények között rendezhető meg a soha nem látott léptékű kiállítás. Több mint 40 magyar és 20 külföldi partnerintézmény kölcsönöz tárgyakat az időszaki tárlathoz. Megmentettünk egy ikonikus fehérvári belvárosi épületet, a volt ciszterendházat, és igen, ötvöztük a régit és az újat, hiszen a fogadó tér az egy fekete-fehér, tiszta üveg és acél épület. Másrészt meg tudtuk nyitni ezt a kiállítást itt ebben az újjáépült múzeumi épületben, amely bemutatja az Árpádok művét, az árpádházi királyok művét, azt a 400 évet, amelyben Magyarország és benne Székesfehérvár egy európai szintű és jelentőségű ország és város volt. A kiállítás egyik különlegessége Szent István kardja, amely Prágából érkezett haza Székesfehérvárra. Egy fantasztikus kiállítással tudtuk megnyitni ennek a múzeumnak újra a kapuit. Az Árpádházról, az Árpádház koráról, annak hazai nemzetközi vonatkozásairól szól ez a kiállítás, és valóban ennek a kiállításnak számos tárgya, emléke, okirata gyakorlatilag hazatért a városába, Szent István városába, ennek a korszaknak meghatározó városába. A tárlaton szerepel többek között a feltehetően 13. század közepén keletkezett Ó Magyar Mária síralom, Lehel kürtje, egy árpádkori eskükereszt és egy kettős kereszttel ellátott kora árpádkori magyar zászló. Ez utóbbi ritkasága a svájci magyar nagykövetség közreműködésével kerülhetett a kiállításra. Látható a koronázási palást 1613-ban készült másolata Pannonhalmáról és számos honfoglaláskori aranylelet is. A Királyok és Szentek, az Árpádok kora című tárlat közösségi megnyitóját pénteken a főutcai múzeum épület előtt tartották, ahol kulturális programok sora is várta az érdeklődőket. A Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet közös szervezésében eddig soha nem látott tárlat valósult meg.